Most folytassuk a HTML-vel való ismerkedést. A mostani alkalommal megtanulunk listákat létrehozni, képeket beszúrni és hivatkozásokat készíteni. Ehhez szükségünk lesz a kurzushoz mellékelt 3 darab képre. Töltsd le őket egy mappába, amiben ma dolgozni fogsz. Nekem ez a HTML2-es nevezetű mappa, és itt található az asztalon. Ezután nyissuk meg a Visual Studio Code alkalmazást. Nyissunk egy üres fájlt, és helyezzünk el benne a kezdő HTML kódunkat. Én ezt már beletettem, egyébként pedig szintén mellékelve megtalálható a kurzusban. Ha nincs Visual Studio kód, akkor bármilyen szerkesztő megfelel, például akár a jegyzettömb is. Mentsük el a fájlt a munkakönyvtárunkba, index.html néven. Tehát file, save as, és a munkakönyvtárunkba szeretnénk index.html néven. Ugye figyeljünk arra, hogy a betűk sorrendje megfelelő legyen, mert a legutóbb is volt ebből némi keveredés, HTML helyett lett HLTM és hasonlók, akkor már nem ismeri fel HTML fájlnak. Tehát ellenőriztük a nevet, megvan, mentés. Jó. Így a kód felismerte a fájl típusát, és akkor mostantól színezéssel és majd kiegészítéssel fogja tudni segíteni a munkánkat. Az első téma akkor a felsorolások. A felsorolásoknak 2 fajtája van. A számozott, illetve a számozatlan lista. A számozatlan lista esetén azt látjuk, hogy valami listajel van az elején, egy pötty, egy négyzet, stb. A számozott listáknál pedig úgy minden sor meg van számozva 1, 2, 3, 4, vagy A, B, C, D, stb. Az első akkor, amit csinálunk, az a számozatlan lista lesz. Számozatlan lista az az UL címkével hozható létre. Egy tabulátorral kicsit beljebb kezdtem el írni, hogy majd később az egész kód átláthatóbb legyen. Tehát a számozatlan listát az UL jelöli. Azon belül, ha valamilyen listaelemet szeretnénk létrehozni, akkor azokat pedig az LI címke jelöli. LI címke közé tehetjük be egyesével a listaelemeit. Legyenek mondjuk most színek. Az első listelem legyen az, hogy kék. Maradunk még mindig az UL címkék között, és létrehozunk egy újabb LI címkét. Ez LI, mint lista. Úgyhogy ezt vagy lista item, így kell érteni. Felveszem a következő elemet, legyen zöld. A következő is LI közé kerül, legyen ez piros, és az utolsó legyen sárga. Ha megnézzük ezt a szerkezetet, ez maga a lista. A lista kezdetét az UL jelöli, a lista végét a per UL jelöli, és a lista elemeket pedig LI-vel jelöljük közötte, mentsük el, és nyissuk meg böngészőbe, nézzük meg, hogy milyen lesz. Ja, az, hogy el van-e mentve, vagy nincs elmentve, a Visual Studio kódban úgy látjuk, hogy van-e pötty itt, vagy nincs-e pötty. Ha van pötty, akkor nincs elmentve. Elmenteni vagy a file save-vel lehet, vagy a Ctrl-S betű kombinációval. Nézzük meg akkor a munkamappában. A fájlunkat itt van az index, dupla kattintással megnyitom, ugye ilyenkor böngészőben nyitja meg, és látjuk, hogy egy sima felsorolás lett belőle, és a színeket látjuk. A következő legyen számozott felsorolás.
Jó, a számozott felsorolásba ugyanúgy a színeket fogjuk beírni, de most azt várjuk, hogy nem pötty lesz előtte, hanem szépen egymás után számok. Ja, maradunk a bodyba, egy sort kihagyok, hogy azért elkülönüljön a dolog. Ütök egy tabulátort, hogy ez is tagolva legyen, és jöhet a számozott lista, aminek nem UL a címkéje, hanem OL. Jó. Ezen kívül mindenben megegyezik a másikkal, ugyanúgy a listaelemek LI címkével kell, hogy ellátva legyenek. Ezt én most azért innen ki is másolom, és beteszem ide. Ctrl-S-sel mentek, és nézem, hogy mi történt. Ugye megint megvannak a színek, és szépen egymás után felsorolta. Ugye ezt onnan könnyű megjegyezni, hogy melyiknek mi a címkéje, hogy az UL, az Unordered Listnek a rövidítése, az OL pedig az Ordered Listnek, tehát az Unordered, mint rendezetlen, és az Ordered pedig, mint rendezett. Jó. A listákat egyszerűen így lehet elkészíteni, de azért gyakorta előfordul az, hogy nem ilyen egyszerű listákról van csak szükségünk, hanem mondjuk egy kicsit összetettebbre. Ezt úgy hívják, hogy többszintű lista. Egyik az első listát, az első listában szeretném a zöldet továbbbontani, világos zöldre és mondjuk sötét zöldre, akkor azt úgy tudom megtenni, hogy a listán belül szintén létrehozok egy listát, és ezen belül nyitok egy újabb listát, amiben újabb elemeket tudok felvenni. Ilyen lesz például világos zöld, illetve ilyen lesz a sötét zöld. Jó, mentjük és frissítjük az oldalunkat, akkor látjuk, hogy igen, sikerült egy többszintű listát csinálni. Mondjuk még a sárgába csinálhatunk olyat, hogy narancssárga, citromsárga. Ugyanez a dolog, hogy egy új listát hozunk benne létre, nem akarom beírni, egyszerűen bemásolom és majd át fogom írni. Tehát legyen egy citromsárga, és lesz egy narancssárga. Mentés. És nézzük. Ugye neki is lettek most már így saját variációi. Oké, hát ezt meg lehet csinálni a számozott listánál is, tehát ott is lehet többszintű listát létrehozni. Viszont más érdekességek is vannak még a számozott listánál, ugyanis egyrészt nem muszáj neki egytől indulnia, ezt megadhatjuk mi, külön paraméter lesz, hogy honnan induljon. Az all paraméter, vagy az all címkének lesz egy paramétere, amit úgy hívnak, hogy start, és ide megadhatok egy tetszőleges számot, azt mondom, hogy 10-től induljon, akkor a listám 10-től fog indulni. De nem csak számokat tudunk itt csinálni, hanem lehet betű is. Jó, itt viszont akkor a type paramétert kell használnunk. Ha a type paraméterbe kis a betűt írunk, akkor a lista kis betűkkel fogja felsorolást megcsinálni. Ha nagy a betűt írunk, akkor nagy betűkkel, és ami érdekesebb, ha nagy i-t írunk be,
akkor római számokkal fogja a listát megcsinálni. Római számokat lehet kisbetűkkel is, akkor kis i-t írunk be. Illetve a kettő paramétert lehet kombinálni, tehát a római számoknak sem feltétlenül kell, hogy egytől induljanak. Azt mondom, hogy a kezdő legyen mondjuk 10. Akkor a római számos felsorolás 10-től fog kezdődni. Ja. Ennyit a felsorolásokról. Az internet eléggé uncsi lenne, hogyha nem lennének benne képek. Ezért a weboldalunkat most szeretnénk kiegészíteni egy képpel. Ehhez fel fogjuk használni azt a mappát, illetve azokat a képeket, amiket a mappába elmentettünk. Van itt nekünk egy macska.jpg nevezetű képünk. Ez a kedves macska az enyém, és nagyjából így szokott kinézni minden nyáron. A teleszon ezt a macskát szeretnénk most a weboldalba beszúrni. A kép beszúrásához egy új címkére van szükségünk, ami úgy kezdődik, hogy IMG. Ez nem nehéz azért belátni, hogy miért kezdődik így. Az érdekessége ennek a címkének, hogy ő azon kivételek közé tartozik, akinek nincsen záró tagja, tehát ő önmagában létezik. Paraméterként tudjuk megadni a képnek a nevét, illetve az elérési útját, hogyha nem ugyanabban a mappában található, amelyikben dolgozunk. A paraméter neve az SRC, a source, tehát a forrásnak a rövidítése. És emlékeztek, az volt a képnek a neve, hogy macska.jpg. Ugye azért is fontos, hogy a munkamappába dolgozzunk, mert így, ha egy mappában van az index.html és a macska.jpg is, akkor nem kell semmilyen elérési utat megadnunk. Nem csak egy paraméter van, de hát ez nyilván kötelező, ez a SRC, hanem gyakorta meg szoktunk adni egy másikat is, amit úgy írunk, úgy nevezünk, hogy alt. Az althoz szöveget kell beírni. Az alt gyakorlatilag a képnek a leírását tartalmazza. Például most olyan szöveget írhatunk bele, hogy ezen a képen egy macska található. Miért írjuk ezt be? Miért jó ez nekünk? Na most, az már viszonylag ritka, hogy olyan böngészőt használjon valaki, ami nem tölti be a képeket. Ellenben vannak olyanok, akik ugye látás problémákkal küzdenek, és nem tudják elolvasni a képernyőn lévő tartalmakat, hanem például egy felolvasó szoftver segít nekik, és amikor egy képhez ér, nyilván ő nem tudja értelmezni, hogy mit található a képen. Viszont ha megadjuk ezt a paramétert, és leírjuk, hogy mit található a képen, akkor a kép tartalmát fel fogja tudni olvasni annak, aki ilyen formán nézi a weboldalunkat. Jó, mentsük el, és nézzük meg. Jó, bekerült a macska a weboldalra, egy teljesen alapértelmezett helyre, bal oldalra. Na most, ha ez nekünk nem tetszik, és mondjuk szeretnénk jobbra vagy középre igazítani a képet, akkor önmagában ezt az IMG címkét nem tudjuk elhelyezni, viszont ha egy bekezdésbe tesszük, és a bekezdést középre igazítjuk, akkor a kép is vele együtt fog elhelyezkedni. Teszek ide egy bekezdést, ami középre lesz igazítva, és úgy alakítom ki, hogy a kép
jobban látható. Tehát a kép az a bekezdésen belül van, ezért ez a középre igazítás most a képre is vonatkozni fog. Jó, így középre tudjuk rakni a képet. A mai utolsó téma, akkor a hivatkozások. A HTML-nek ez az egyik legfontosabb jellemzője, hogy az oldalak nem önmagukban állnak, hanem lehet oda-vissza hivatkozni más oldalakra, és így gyakorlatilag az oldalak egy hálózatot fognak kiadni. És ahhoz, hogy hivatkozni tudjunk, linkeket kell elhelyezni az oldalra, úgynevezett hiperhivatkozásokat. A hiperhivatkozások címkéje A-val kezdődik. Utána megadjuk a ref paraméterben, hogy milyen másik oldalra szeretnénk hivatkozni. Legyen ez mondjuk most a Google. Beírom, hogy http://google.com. Miután lezártam, ugye megjelenik automatikusan szerkesztőbe a címkéhez tartozó záró címke is, és a kettő közé, amit beírunk szöveget, az lesz maga a hiperhivatkozás. Google kereső. Ezt a szöveget fogja az oldal megjeleníteni, és erre kattintva fogunk eljutni a Google oldalára. Nézzük meg. Megjelent alul egy hivatkozás, amire ha rákattintok, akkor megjelenik a Google-nek az oldala. Térjünk vissza a saját weboldalunkra, és nézzük meg újra. Most előbb láttuk, hogy a hivatkozás az egy kék színű aláhúzott szöveg volt, ez a HTML-nek a szabványa. Miután ugye visszatértünk, már nem kék lett, hanem lila lett. Ennek az az oka, hogy ha több hivatkozáson elhelyezve egy oldalon, akkor ezzel az egyszerű változtatással el tudták azt érni, hogy ne keveredjünk bele abba, hogy melyik hivatkozásra kattintottunk már rá korábban, és melyikre nem, mert a színük ugye ilyen formán különbözni fog. Na most nem csak más weboldalakra hivatkozhatunk, hanem amikor elkészítjük a saját weboldalunkat, ugye ez, amit most itt csináltunk, ez nem feltétlenül kell, hogy egy darab oldalból álljon, ez több oldalból is állhat, abból lesz majd a webhely összességében, vagyis nem egy fájl lesz az index HTML, hanem több is. Nekünk is legyen több fájlunk, és készítsünk olyan hivatkozásokat, amivel az egyik fájlról a másik fájlra tudunk ugrálni. Na, a index HTML megvan, meg aztán a források között van még néhány kép, egy kutya is, és hogy csináljunk egy olyan oldalt, amin csak képek lesznek majd. Ez mind a kettő kép rajta lesz. Jó? Nyissunk egy új fájlt, másoljuk bele újra a mellékletek közül ezt a HTML alap kódrészletet. És mentsük el ezt a fájlt, amit most létrehoztunk. Ugye itt látjuk, hogy kettő különböző fülön van. Itt volt az index HTML az első fülön, és itt a második fülön pedig az, amit most csinálunk. Ezt elmentjük ugyanabban a mappába. Jó? De képek.html néven. Jó? Tehát ő a képek lesz, a másik pedig az index egymás mellett ugyanabban a mappában lesznek. Fájlkezelőbe le is ellenőrizhetjük, van egy olyanunk, hogy index, és van egy olyanunk, hogy képek. Ezek között még most semmi kapcsolat nincsen, de mindjárt csinálunk közéjük linkeket. De mielőtt ezt megcsináljuk, gyorsan tegyük bele ezt a két képet, amit a mappában találhatunk.
Jó, legyen az oldalnak egy címe, lehetőleg középre igazítva, H1-es címsorral. Az lesz a cím, mondjuk, hogy állatok. Jó. Ezután szúrjuk be a képeket. Jön a macska. És jön anyámék kutyája. Akit Morzsinak hívnak. Jó, mentsük el. Miután beszúrtuk a képeket, nézzük meg, hogy mégis mi a fene történt. Itt nem az indexet, nem az előző oldalt kell frissíteni, hanem a képeket kell megnyitni. És azt látjuk, hogy a képeket elkezdte egymás mellébe szúrni. Ugye ezek a képek, az IMG tagek nem képeznek külön bekezdést, ezért ha egymás alá szeretnénk őket rakni, ugyanúgy, ahogy a középre igazításnál is volt előbb, ha egymás alá szeretnénk rakni, akkor bekezdésbe kell őket foglalni. Mind a két képet bekezdésbe foglalom, és mind a két képet egyúttal középre is fogom helyezni. Jó, erre vigyázzunk, hogy figyeljünk a tegeknek az elhelyezkedésére, hogy ne keveredjenek össze. Ismételten csak nem hátrány, hogyha tagoljuk a tartalmat. Behúzásokkal és akár üres sorokkal is. Amit látunk, ugye akkor a macska JPG külön bekezdésbe került középre, látjuk az elejét és a végét is. Ugyanígy a morzsi.jpg is középre fog kerülni egy külön bekezdésbe. Hiba. A morzsi JPG nem látszódott. A hiba pedig nem más, egy darab elgépelés, hogy nincs meg az első címkének a zárója. Ez azt is jelentette, hogy ez meg sem jelent. Viszont ha ezt pótolom, akkor már megjelenik a kutya is. Jó, most már van kettő oldalunk, készíthetünk közé hivatkozásokat. Térjünk vissza a másik fölön lévő index HTML-re, és készítsünk egy hivatkozást, ami a képekre fog mutatni. Ugyanúgy kezdődik, mint az előző alkalommal, de ide nem kell egy teljes internetcímet beírni, egyszerűen elég annak a fájlnak a nevét, amelyre hivatkozni akarok. Jelen esetben ez a képek.html. A szöveg pedig nem más, mondjuk, mint állatok képei. Jó. Ha nem ugyanabban a mappával lenne a fájl, akkor elérési utat is kellene írni, de most erre nincsen szükség. Hanem nézzük meg megint az oldalunkat, nehogy meglepődjünk. Most nem az állatokra vagyok kíváncsi, hanem az index HTML-re, és azt látom, hogy habár én alá akartam írni ugye a linket, aláírtam, de nem tettem bekezdésbe, ezért valójában a linkek egymás mellé kerültek, itt alul látszik. Úgyhogy ha egymás alá szeretném őket írni, akkor viszont bekezdésbe kell rakni.
Azért próbáljuk ki. Rákattintok erre. Jönnek az állatok. Visszamenni, viszont erről az oldalról nem tudok, csak a böngészőnek a visszagombjával, tehát az állatokra is kellene egy linket rakni, ami majd visszavisz az indexre. Ehhez akkor most nem az index HTML-t szeretném szerkeszteni, hanem a képek HTML-t. Miután beszúrtam a képeket, és akkor a látogató megnézte, hogy milyen szépek ezek az állatok, szeretnék neki adni egy lehetőséget, hogy visszatérjen. A szöveg az lesz, hogy vissza a fő oldalra. Jó? Kezdjük egy linkkel. A fájl, amit ezzel meg szeretnék, hogy nyisson a böngésző, az az index.html, és a szöveg pedig az, hogy vissza a fő oldalra. Ahhoz, hogy ez kellően hangsúlyos legyen a képek alatt, mondjuk egy H2-es címsorba foglalom az egészet, és ezt középre igazítom. Tagolást itt sem érdemes elfelejteni. Jó, tehát van egy kettes szintű címsorom középre igazítva, azon belül pedig egy hivatkozás, ami azt a szöveget tartalmazza, hogy vissza a fő oldalra. Íme bekerült a szöveg és a hivatkozás alulra, le kell ellenőrizni, ha rákattintok, visszajutok a fő oldalra. Itt pedig ugye újra itt van a képekre mutató állatok képei link, amivel újra az állatokat tudom megnézni. Már csak egy dolog maradt, az pedig a mappában lévő könyv.png elnevezésű kép. Ezt arra fogjuk használni, hogy hivatkozást csináljunk, de nem úgy, hogy a hivatkozás szövegre kerül, hanem úgy, hogy a hivatkozás erre a képre kerül. Nyissuk meg megint az index.html-t, és menjünk a dokumentum végére. Ide egy külön bekezdésbe beszúrom a képet, legyen középre igazítva. Jó, most figyelek a tagolásra, mert ez később fontos lesz. Hú, a neve az volt, hogy könyv.png, ha jól emlékszem. Ellenőrizzük. Igen, betette középre a könyvet, és én azt szeretném megoldani, hogyha erre a könyvre rákattintok, akkor az nyissa meg az iskolának a weboldalát. Ugye eddig a hivatkozást mindig egy szövegre tettük. Látjuk is, itt egy szöveg állt, és a hivatkozás pedig körülölelte. Na most ugyanezt megtehetnénk valójában egy képpel is. Készítek egy hivatkozást, ami a szixi.hu-ra mutat. És a per A-hoz nem szöveget írok, hanem kivágom, és a képet teszem közé. Még ezt lejjebb igazíthatom, és akkor látszik az egészben a rendszer. Egy bekezdés körülölel egy hivatkozást, amin belül pedig egy kép található.
Próbáljuk ki. Ne felejtsük el ilyenkor frissíteni. Ha a kurzort fölé viszem, akkor látszik, hogy megváltozott, tehát hivatkozásnak érzékeli a képet. És ha kattintok egyet, akkor pedig betölti az iskolának weboldalát.